bajti időszak a húsvétot megelőző 40 nappal kezdődik, és zárja le a farsang vidám, evéssel, ivással, mulatozással teljes időszakát. Az ünnepkört a hamvazó szerda nyitja meg. Hát a hamvazó szerdának és a böjtnek, ezt ugye azért úgy kibővíteném én, hogy a nagyböjti üzenet lényegében, mert a hamvazó szerdával kezdődik a böjtünk. A hamvazó szerdának azért van egy nagy üzenete, hogy elkezdődik valami új az ember életében. Ez számunkra, keresztények számára egy nagyon fontos időszak, hiszen ez több mint 40 nap, hogyha kiszámolják, akkor nem csak 40 nap, hanem ezt 46 napra is kijön, csak a vasárnapokon nem böjtölünk, akkor lehet enni, inni, de a hétköznapokon van ez a böjti időszak. Ilyenkor Krisztus halálára, feltámadására készülünk, erre akarunk emlékezni, és ennek nagyon sok lelki vonzata is van, sőt, kiváltképpen az van, de ezt próbáljuk meg testélyekkel is valahogy kimutatni, hogy a hamvazó szerdán hamvaszkodunk. Ez régebben úgy történt, hogy az ember homlokát megkentük hamuval, és azt mondtuk, hogy emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel, vagy azt mondtuk, hogy tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. Ez a 40 napos időtartam a 4. században alakult ki, és folyamatosan terjedt el, mire kialakult ez az úgynevezett 40 napos nagybőjt. És hát ugye a néphagyományban igazából a hamvazó szerda onnan a nevét kapta, ugye ez abból következik, hogy hamvazott a katolikus pap a hamvazó szerdai misén, ugye hamuval kente be a híveknek a fejét, az a hamu az előző évi szentelt barka elégetéséből származó hamu volt, és hát igazából ennek különféle, hát ilyen szentelmény tulajdonságokat tulajdonítottak a hívek. Például azt tartották, hogy akit meghamvaz, vagy akinek bekeni hamuval a hamvazó szerdai misén a papa fejét, az elvileg az adott évben akkor nem lesz fejfájása. Hogy kimondottan az volt, amilyen általános volt, hogy azt tartották, hogy a fejfájás ellen jó a hamu. És hát ugye ez a hamu, meg a hamvazás is igazából ez is egy őskeresztény hát rítus vagy szokáselem. Az őskeresztény időkben volt a szokás, hogy akik nyilvánosan vezekeltek a bűneikért, azok szőrruhába öltöztek és hamuval szórták meg magukat, vagy szórták be a fejüket, és hát ebből maradt meg ez a szokáselem, hogy megkeni a papa hamuval a híveknek a fejét. A böjti szokásrendben a modern korban sok minden belefér. Van, aki a kávéról mond le, vagy valamely más szenvedélyét szünetelteti ebben az időszakban. Vannak szigorú böjti napjaink, ilyenkor nem szabad a katolikus embernek pénteken húst tennie ebben a 40 napos böjtben, illetve van két szigorú napunk, az egyik az a hamvadószerda, a másik pedig a nagypéntek. Amikor szigorú böjt van, húst nem ehetünk, egyszer lakhatunk jól, és háromszor ehetünk. Volt egyszer egy kispap nálam Harkályban, ezt szeretem elmondani mindig, hogy jött hozzám este, hogy megettem egy szem cukrot, már negyedik étkezés volt, hogy ez most bűn vagy nem bűn. Azt hitte, hogy azt mondom, hogy hagyd, ez lesz negyedik, kis szem cukor. Mondtam, neked súlyos. Hát mondom, hogy képzeled, hogy megeszed te, mint kispap, aki az egész életed az egyháznak a munkájában lesz majd, de ezt nem lehet neked elfelejteni. Azt, hogy egy hívő elfelejti, mert dolgozik, mert gyerekei vannak, vagy mit tudom én, nála bocsánatos, vagy még azt sem mondom, nála nem. De neked súlyos, így nézett így, persze nem biztos, hogy súlyos, de azért azt gondolom, hogy ez fontos, hogy az ember élje. Tehát, hogy ne felejtsük el azt, hogy böjtben vagyunk, ilyenkor nálunk nincsenek táncmulatságok, kedvesebb zenét hallgatunk, a liturgiában is látjuk azt, hogy a lila szín, az a bűnbánat színe, nincsen virág, nincsen dicsőség, nincsen alleluja. Tehát az egész nagybőti időszak így külsőleg is megmutatkozik. De a legeslegfontosabb az, hogy belül kell egy normális, katolikus keresztény ilyenkor meggyónik. Az azt jelenti, hogy leteszi a régi bűneit, leteszi az összeset, és azt mondja, hogy szeretnék jobb lenni, újra kezdeni. És az az igazság, hogy a böjti szokások korszakonként, vallási felekezetenként is, népcsoportonként is változtak, hogy ki hogy viszonyult ezekhez a szokásokhoz. Hát általánosságban elmondható az, hogy igazából a böjtöt jobban ugye a katolikus vallásúak
tartották, de ott is igazából megfigyelhető az, hogy folyamatosan lazultak az egyház előírásai a bőttel kapcsolatban. Például az 1920-as évekre már csak a bőti péntekekre, a hamvazó szerdára és a nagy szombat délig tartó időszakra írt elő a katolikus egyház kimondottan szigorú bőti, hát úgymond magatartást a híveknek, de ezen kívül igazából ugye egyéneken múlott, hogy ki mennyire, hogyan viszonyult ezekhez, vagy személyes hitét tekintve hogyan fogta ezt fel. Például volt a bőtölésnek egy úgynevezett 40-elés szokása, akik ezt cselekedték, azok 40 napon keresztül, míg tartott a nagybőt, addig csak napnyugta után vettek magukhoz élelmet, általában kenyeret meg vizet. Nem lehet jól megélni a húsvéti felkészülésünket, nem tudunk fölkészülni, hogyha nem gyónunk meg, hogyha lelkünket nem tisztítjuk meg. Fele barátainkkal is másként kell bánni, sokan ilyen húzogatnak cetliket, hogy jót teszek, nem eszek annyit, nem tévézem, nem internetezem, és mindenféleket megfogadnak, hogy húzogatnak. Én általában egy-két dolgot, én le fogok fogyni 10 kilót reményeim szerint, de ez nem cél, tehát nem ez a célja a nagybőtnek, csak azt gondolom, hogy ez ad nekem egy erőt ahhoz, hogy még hasznosan összekötöm a kellemessel, hogy igenis ilyenkor tudok bőtölni sokkal jobban, mint amikor nincs nagybőt, akkor nehezebben. Itt tudom, hogy mire akarom tenni, és ezt összekötöm az egészségemmel is. Vannak olyan feljegyzések, hogy bizonyos dolgoktól tartózkodtak a bőti időszakban. Például tudok olyanokat, hogy itt például csokoládét nem esznek ebben az időszakban, vagy nem isznak alkoholt, vagy nem dohányoznak. Ez régen is megvolt igazából a szokásokban, hogy de volt olyan is régen, hogy például nem nyilatkoztak, vagy nem borotválkoztak ebbe az időszakba, vagy például ugye az, hát még talán ami ma megvan a bőti időszaknak a hát előírásaiból, vagy hát idézőjelbe előírásaiból, ugye a lakodalmakat, bálokat nem engedtek annak idején tartani, ez még nagyjából a báloknak a tartása, még itt-ott azért megfigyelhető bőti időszakban nem tartanak bálokat. A 40-es szám a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám. A nagybőjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődik, hogy azután elérkezzen a megújulást, a feltámadást jelző húsvét.